Audio Jungle. Audio Jungle. Üdvözlök mindenkit, én Dani Bálint vagyok, ez pedig a 2014-15-ös HTCC első fordulójának összefoglaló videója. A Seat Eurocup és a Formula Masters utáni holt szezont követően végre eljött a szezonnyitó, melyet a Kuala Lumpur mellett található Sepangi pályán rendeztünk meg. 5543 méter, 10 jobb és 5 bal kanyar, magas páratartalom és rendkívül széles aszfalt. Ezek a Sepangi pálya legfőbb ismertetői. Vonalvezetése meglehetősen szokatlan, az átlagon felüli pályaszélesség remek esélyt ad az izgalmas futamokra. A két hosszú egyenest az utolsó visszafordító hajtűkanyar köti össze, mely potenciális előzési pont lehet a versenyen az első kanyar féktávjával egyetemben. A verseny hétvégéig egy két részes időmérésből és két futamból állnak majd. A Q1-ben mindenki futhat mérkőrt, a Q2-ben viszont csak a top 10. Az időmérőedzést Szabó Gábor nyerte meg, így a Big Fish Engineering kiválósága szerezte meg a pole pozíciót. Bádi Gergő szerezte meg a második helyet, a címvédő kevesebb, mint egy tizedet kapott csak legnagyobb riválisától. Nagy Dávid végzett a legelőkelőbb helyen az első kerekesek közül, a harmadik helyről rajtolhatott a TD-ivel. Mellé Suborics Péter kvalifikálta magát még egy BMW-vel, majd a két Varga jött, először Dávid a Web Effective pilótája, majd a Tip Top Racingtől Péter. Zsupanek Bence a 7. helyre hozta be BMW-jét, míg az e-tron csapatból Huszár Norbert végzett a 8. helyen a TD-ivel. Huszáron és nagyon kívül egyik elsőkerekes sem tudta elérni a Q2-t, így óriási BMW fölény alakult ki a top 10-ben. Nem volt zökkenőmentes az idény első időmérője, Balai Máté és Hammer Bálint sem tudtak mérkőrt futni a Q2-ben, így idő nélkül a 9. és 10. helyen zártak. 11. lett, és ezzel éppen kisúszott a Q2-ből az 5-szörös VSR bajnok Rós András. 12. Gáspár Zsolt lett, aki az első Chevrolet volt a rajtrácson. Mögötte szintén Chevrolet volán mögött Lengyel Martin, majd Toldi Balázs a Race Center csapatból, őt követte a 15. helyen Rátkai János. Nézzük is a rajt pillanatát, Szabó Gábor nagyon szépen jött el a pólból, Bádi ott tudott mögötte maradni, Nagy Dávid viszont a TD-ivel nem tudott lépést tartani a BMW-kkel és jó pár helyet visszacsúszott már az első kanyar kombinációit. Az első kanyarban Ballai, Huszár és Toldi egymás mellett fordultak, belül Toldi kicsit hozzáért Huszárhoz, akinek nem maradt helye, így hozzáért Ballaihoz, aki keresztbe állt és kisebb forgalmi dugót idézett elő. Az első szektor mérőpontjánál Varga Dávid állt majdnem forgalommal szemben, miután Varga Péter elmérte a féktávot. A kisebb fejetlenségből az e-tron csapat tagjai jöttek ki legjobban, Huszár nagyon szépen bebújt Hammer Bálint mellé a nyújtott balosban, majd Nagy Dávid is elment Hammer BMW-je mellett a kijáratnak. A felfelé vezető balos visszafordítóban Rós alatt megindult az autó, Gáspár már nem tudta lereagálni, így Rós a falban kötött ki, és kezdhette meg a felzárkózást a mezőny végéről. A verseny első harmadában párok alakultak ki, az élen Szabó Bádi haladt együtt, mögöttük Suborics Varga, majd Zsupanek Huszár. Az ötödik körben Zsupanek Bence hibázott féktávon, ezt Huszár szerette volna kihasználni, de nem volt elég közel, hogy előzni tudjon. Nagy Dávid eközben felért rájuk, és így már hárman harcolhattak az ötödik helyért. Az utolsó kanyarban Lengyel Martin fékezte állóra a kerekét, és kis hián eltalálta Hammer BMW-jét. Zsupanek és Huszár küzdelme tovább folytatódott az egyes kanyarban, Huszár ismét megpróbálta az előzést, de most sem volt elég helye. Később Huszár nem tudta eldönteni, hol fékezzen, megcsípte a füvet, így keresztbe állt, ezáltal Nagy Dávid elment mellette, és Zsupanek Bence megelőzését is fel kellett adnia. Hammer és Halász csatájában Hammer elszánta magát az első féktávon, kívülre húzódott és megpróbálta körbeautózni ellenfelét, ám Halász visszajött, így Hammer hiába próbálkozott. A következő kísérlet azonban már sikeres volt, egymás mellett mentek be a nyújtott bal jobba, és Halásznak nem volt más lehetősége, be kellett állni a Hammer mögé, aki ezzel az előzéssel feljött a 8. helyre.
Egy körrel később halászék ismét helyet cseréltek, halász roppant agresszívan visszavette a 8. helyet Hammertől. Hammer megpróbálkozott egy visszatámadással az első kanyarban, de megcsúszott, így halász meg tudott lépni előle. A célegyenesben Lengyel Martinnak volt technikai gondja, szerencsére senkit nem lökött ki, viszont a lag után csak a 22. helyen találta magát a Royal Team csapattagja. Ballai Máté olyannyira igyekezett felzárkózni, hogy a 8. körben hibázott, így Sajc János ideiglenesen átvette a 11. helyet. Ballai a következő kanyarban rövidet fékezett és visszabújt Sajc mellé, majd egymás mellett érkeztek meg a 11-es kanyarba, ahol összeértek és Ballai ismét visszacsúszott a 15. helyre. Ez minden bizonnyal nem a legjobb versenye lesz a Weekend Warriors pilótájának. Az utolsó előtti kör első kanyarjában Molnár Dániel támadta Sajcot, aki nem védekezett, így Molnár simán kifékezte, feljöve ezzel a 12. helyre. Eközben akció az 5. helyen, Nagy Dávid mérte el a féktávot csúnyán, belement Zsupanekbe, aki lecsúszott és Nagy meg tudta előzni. A következő kanyarban Huszár is befért Zsupanek mellé, így a két TD-i ismét a 6.-7. helyen találta magát. Az utolsó kör is tartogatott izgalmakat, Hammer Bálint alatt teljesen elfogytak az abroncsok, így lecsúszott az 1-es kanyarban, csapattársa Varga pedig megszerezte előle a 9. helyet. Szabó Gábor a verseny első felében még izgulhatott, utána viszont nagy előnyre szertével, roppant magabiztos és hibátlan versenyzéssel behúzta az első futamot Bádi Gergő előtt. Ezzel még azonban nem volt vége az eseményeknek, Suborics és Varga végig közel voltak egymáshoz, és Varga Péter az utolsó kanyarban parádésan kifékezte Suboricsot, és végül 73 ezredes különbséggel ő állhatott fel a képzeletbeli pódiumra. Nagy Dávid és Huszár Norbert a TD-ivel az 5.-6. helyen zárt, Zsupanek megtartotta rajthelyét a 7. pozíciót, Halász Gergő eszméletlen felzárkózást hajtott végre, és a 17. helyről rajtolva megszerezte a 2. futam pole pozícióját érő 8. helyet. Varga Dávid lett a 9., Hammer Bálint pedig a top 10-et zárja a BMW-vel. Nézzük tehát, hogy mi történt a 2. versenyen. A rajt úgy alakult, ahogy várni lehetett. Zsupanek kilőtt halász mellől, és Suborics is szépen eljött a BMW-vel, így ők ketten fordultak elsőnek. Bádi Gergő zseniális rajtot vett a 7. helyről, ám Varga Péter túl optimista volt a 2. kanyarban, neki esett Bádinak, Varga pedig kiforgott a mezőny közepébe, Bádi pedig pozíciót bukott Huszárral szemben. Szűcs Máté óriási reflexzel került el az ütközést. Meleg pillanatokat élt át Gáspár Zsolt, amikor Ballai Mátéval és Szabó Gáborral megérkeztek a 7-es kanyarhoz, de végül a seb is jött ki elsőként az ütközetből. A következő kanyarban Ballai jobban tudott kigyorsítani, és kívülről visszaszerezte a 7. helyet. Az első kört Suborics zárta az élen, mögötte szorosan Zsupanek és Huszár, majd kicsivel lemaradva Bádi, Hammer és Halász. Huszár Norbi nem sokat teketóriázott, de gyors balos jobbosban bement Zsupanek mellé, ám elmérte a féktávot a 7-es kanyarban, így kiment a kavicsba, Hammer és Bádi pedig elmentek mellette. A 2. kör végén Bádi megelőzte Zsupaneket a 15-ös kanyarban, és Suborics nyomába eredt. Az első futam nyertese Szabó beragadt Gáspár és Varga Dávid mögé, így számára elszállt a top 5 reménye a futamon. A trükkös 12-es kanyarban Rátkai, Sajc és Lengyel keveredett össze, hárman próbáltak bemenni a kanyarba, aminek Sajc látta kárát. Érthetetlen volt Lengyel elképzelése. Az 5. kör elején Szabó végre megszabadult Gáspártól, és egy időben Molnár Dani is átlépte Gáspárt a 4-es kanyarban. Fél távnál az első három kezdett összeérni Suborics, Bádi és Zsupanek személyében, és innentől kezdődött a hétvége leglátványosabb csatája. A 6. körben Bádi próbált manőverezni az első kanyarban, de Suborics az első szektor féktávján nagyot mentett és megtartotta a vezetést. Egy körrel később ugyanez a forgatókönyv, ezúttal Bádi elment Suborics mellett, ám a piros BMW-ben ülő Suborics gyönyörű aláfordulással visszavette az első pozíciót. Eközben Zsupanek rendületlenül figyelte riválisait, hátra hibáznak. Bádi ismét támad, ezúttal a 8. kör végén, és ki tudta fékezni ellenfelét, és ő lépett az élre.
Pünkösdi királyságnak bizonyult ez, hiszen az első kanyarban megint Subarics villant, ezzel megint ő állt jobban. A következő kanyarban Subarics lecsúszott, Bádi befért mellé és Zsupanek is beköszönt a külsőiben, így hárman mentek be a bal-jobb kombinációba, ahonnan Zsupanek szemfüles megoldása révén ő jött ki másodiként Subarics mögött. Megjött harci kedve, Zsupanek az utolsó kanyarban is próbálkozott, elfékezte, de Bádi nem tudta ezt kihasználni, így az utolsó előtti körbe lépve Subarics, Zsupanek, Bádi volt a során, és a hatalmas csatába Huszár Norbert is beszállt. Hátrébb sem állt le az élet, Molnár Danit Gáspár Zsolt próbálta megelőzni, az utolsó kanyarban, de az egyenesben kijött Molnár motorereje, és maga mögött vitte Gáspárt, aki Toldi is megelőzött a BMW-vel. A 9. kör első szektorának végén Huszár horrorisztikus féktávot vett, amivel kitorpedózta Zsupanek Bencét, és Bádit is leszakított a Subaricsról, így az első helyért folyó harc el is dőlt. Zsupanek ki is esett a ritmusból, Hammer a webeffektíves BMW-vel megelőzte, és feljött negyediknek. Hammer aztán elrontotta az első kanyar féktávját az utolsó körben és megforgott. Ezzel a manőverrel visszaesett a 7. helyre. Huszár érezte, hogy vétkes volt az előző körben, és nagyon sportszerűen visszaengedte Zsupaneket az 5-ös kanyar előtt. Bádi közben utolérte a 14-es kanyarban Subaricsot, ekkor viszont még nem tudott előzni, a 15-ös kanyarban viszont ismét megpróbálta az aláfordulást, és majdnem sikerrel is járt, azonban Subarics ért át előbb a célvonalon, így idei első győzelmét ünnepelhette, nem is akármilyen verseny után. Bádinak meg kellett elégednie a második helyet és nyilatkozatában utalt is csalódottságára. Zsupanek lett a harmadik helyezett és a tempója alapján nagyon bizakodóak lehetnek a RaceCenter csapatnál. A további helyezettek a képernyőn láthatóak. Halász Gergő a pole pozícióból végül egy negyedik helyet tudott összehozni a Chevyvel, ami azért így is nagyszerű teljesítmény. Huszár Norbert és Nagy Dávid most helyet cseréltek, most Huszár végzett előrébb, Nagy Dávid lett a 6. Szabó Gábor mindössze egy pozíciót tudott javítani, és a 7. helyen fejezte be a 2. futamot Hammer Bálint előtt. Ballai most a 15. helyről fel tudott jönni a 9. pozícióba, Varga Dávid pedig a 10. lett. A 2. forduló helyszíne a Portugáliában fekvő Portimão lesz. Természetesen, ha nincs technikai gond, akkor a SimSport TV élő egyenes adásban sugározza majd a futamokat. Hivatalos végeredményért és információkért látogassatok el a VSR fórumára, melyet a www.vsr.hu oldalról értek el, illetve kövessetek minket a Facebookon és Virtual Sim Racing név alatt. Köszönöm a figyelmet, Dani Bálintot hallottátok, 2 hét múlva tehát jön a VSR HTCC 2014-15-ös bajnokságának 2. fordulója.